tesóm még csináltak egy fáklyát, nem tudom, hogy hogy vagy mi, és szülők nem voltak otthon, én játszottam, és megtaláltam ezt a fáklyát, és hát meggyújtottam, és megégettem a kezem. És hát ahogy megégettem a kezem, hát eldobtam a fáklyát. Jaj. A szomszéd szénakazalba, supsz! És akkor így lágra kapott, akkor azt tudtam, hogy el kell oltani a tüzet, hogy nem kell, és akkor eltapostam, hú, túl vagyunk rajta, majd mire leírtam a kert hátuljába, a szomszéd már jött, hogy ég a ház! Én hát, hogy nem tapostam el rendesen a tüzet, és akkor így szülők jöttek haza szerintem. De mint aki nyugtával a napot, tehát... Persze, nem történt semmi. Utána meg gordítva futottam az utcán, hogy ég a ház, ég a ház! És ki hajtotta el? Hát a tűzoltók, meg a szomszédok. Jaj. És nem vertek el? Nagyon? Nem, képzeld, de nagyon vicces volt, mert így utólag vicces volt, hogy bejött a, gondolom, valami a tűzoltóknak a parancsnok, vagy nem tudom kicsoda, aki ott volt, és mondta, hogy akkor, na, ki volt itt a tűz elején, és akkor azt leültette egy asztalhoz minket, és azt mondta, hogy na, akkor tegye ki mindenki a kezét az asztalra. És mindenki kitette a kezét, a többieké sáros volt, kormos volt, az enyém ragyogott a tisztaságtól, mert én azonnal bementem és kezet mostam kézzel, de ezt honnan gondolta a tűzoltó, hogy ezt fogom csinálni? De hogy ragyogott a tisztaságtól, és akkor mondta, a fatárnak mentek ki, és mondta, hogy a legkisebb volt, de ne bántsák. És hát aztán hetekig, hónapokig kérdezték, de én úgy meg voltam ijedve, hogy engem elvisznek otthonról, valahol bezárnak, vagy nem tudom, hogy én tagadtam, hogy én nem voltam, Cukiket. Édesem. Igen.